Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió Völgységi magazinját látják. Eperjesi Tímea vagyok, mutatom, mivel készültünk. A protestáns németek betelepülése, Müller György előadása Bonyhádon. Húsvétra készülnek a Parhanton, tojásfát díszítettek az önkormányzat dolgozói. SKTV verseny, két bonyhádi diák is bejutott az elődöntőbe. Emlékművet avattak Nagymányokon, elhurcolt németekre emlékeztek. A protestáns németség betelepüléséről tudhattak meg többet az érdeklődők Bonyhádon. A témáról Müller György tartott előadást. A protestánsok betelepítése 1719-ben kezdődött, és három nagy hullámban zajlott egészen 1788-ig, leginkább Németország hesseni, rajnavidéki, württembergi és bádeni területeiről. Egyrészt azért, mert ugye a török háborúk után itt a tolnai, baranyai, somogyi, tehát a volt kettős adózási területek kiürültek, tehát itt egyfelől lakossághiány keletkezett, másfelől pedig a 30 éves háború, ami ugye 1618 és 48 között volt Németországban, óriási pusztításokat végzett. Utána maga Németország is lakossági importra szorult, és ez a népesség, amelyik 1648 után bekerül, egyszerűen már 1720-as évek elején, 10-es évek végén túl népesedik, tehát már nem találja meg a számításait Németországban. Leginkább ugye a másod-harmad szülött fiúk voltak azok, akik útnak indultak, mert az első szülöttek azok hát vitték tovább az apától örökölt paraszti gazdaságot. Tosan van a jelenlévők közül nagyon sok, aki a betelepülőknek a kései leszármazottja. Ebben biztos vagyok. Bonyhád annak idején még a háború előtt 85%-ban német lakossággal rendelkezett, katolikusokkal és evangélikusokkal, illetve kisebb létszámban reformátusokkal. Müller György kiemelte, saját magunkat is csak úgy érthetjük meg, ha a gyökereinket is ismerjük. Az előadó a témát korábban könyvformájában is feldolgozta. Érdekes dolgokat is fog mondani, hisz ő egy háromkötetes könyvet is készített a betelepülő családokról, az, hogy honnan érkeztek, hova kerültek, és az egyik legutóbbi kutatása az volt, hogy a Heberling családot megtalálta Németországban, pontosan ők honnan érkeztek, Tolna megyében Cikóra mentek például először, és Cikón először protestánsok laktak, és amikor a katolikusok többségbe kerültek, akkor onnan elkerültek Bátapátiba, és meghívtam a Bátapátiban még mindig vannak leszármazottak, valamint még Szekszárdon is, és sikerült őket is ide csalogatni, úgyhogy nagyon sokan jöttek el az előadásra, én ennek nagyon-nagyon örülök. A protestáns németek Németországból útra keltek, az egyik okon az volt, hogy megvolt ez az ellentét a reformátusok, evangelikusok és a katolikusok között, sokszor ez vérre menő volt, és ez is az egyik ok volt ahhoz, hogy ők útra keltek. Ebben az évben ünnepeljük Bonyhádon, Bonyhád újratelepítésének a 300 éves évfordulóját. Bonyhádra az első németek, ők frank részről érkeztek 1724-ben, és velük Kun Ferenc kötött letelepítési szerződést 1724. augusztus 1-én. Ezért is ebben az évben egy emlékévet tartunk, és különböző programokat szervezünk az egész év során. Az egyik ilyen programunk volt előző hónapban, amikor dr. Penc Kornél a katolikus családfakutatásról, vagy összességében a családfakutatásról beszélt, hisz ő az Országos Német Családfakutató Egyesületnek az elnöke. Tehát összességében a családfakutatásról beszélt, és ezen belül is a katolikus családfakutatásról. És mivel a katolikusok vannak többségben, legtöbbször a katolikusokról hallunk, de ezen a vidéken nagyon viszonylag nagyobb számban vannak evangélikusok és reformátusok is. Tolna megyébe két helyre telepítettek reformátusokat, az egyik település Nagyszékely, a másik pedig Mórágy. Nagyszékelybe 1721-ben érkeztek reformátusok, és Mórágy szintén ebben az évben ünnepli a 300 éves jubileumát. De az legelső német telepesek azok a svábok voltak, és mégpedig Tevelre érkeztek 1712-ben. Akkor volt egy kis szünet, és a 1719-től, 20-tól, ettől az időponttól
Bonyhárt környékén megjelentek a német telepesek, Kismányok, Majos, Mucsva, Izmény ezeken a településeken, és tehát Bonyhádra 1724-ben jöttek az első katolikusok, utána pedig nagyon sokan érkeztek, el lehet mondani, hogy az egész dél-német területről, valamint még Ausztriából is. Amikor a németek megérkeztek, kaptak adómentességet, ha ez megszűnt, elköltöztek másik településekre, így kialakult egyfajta belső vándorlás is. Amikor az elsők megérkeztek, akkor nagyon mostoha körülmények voltak itt Magyarországon, ezért is mondják azt, hogy a die ersten fanden die Tod, die zweiten die Not und nur die dritten das Brot, tehát az első telepeseknek a halál jutott, a másodiknak a szenvedés, és csak a harmadik generáció kaphatta meg a kenyeret. Tehát ez egy ilyen mondás, amit hát elfogadunk, hisz tudjuk, hogy milyen körülmények voltak, mik fogadták az első betelepülőket. Azért is jó, hogy néhányan nagyon komolyan foglalkoztak ezzel a családfokutatással, mert van hova nyúlni. Én a saját családfámat elkészítettem, ugyanis az én családom nagy részét kitelepítették Németországba, és Németországban egy családfokutató egyesületet hoztak létre, és megvették az adatokat a mormonoktól, így a családomat az egész 1500-as évig vissza lehetett vezetni. És ők azok, akik az egyik ág családjával együtt egy pap volt, és Nagyszékelyre érkezett, onnan a fia került Mórágyra. Tehát olyan érdekes dolgok ezek, hogy az ember kicsit belássa magát, hogy hihetetlen. És a férjem ágát, az egyik ágát pedig a mostani előadó Müller György készítette el. Ott az 1100-as évekig mentek vissza, mert különböző nemesi ágak is voltak benne. Tehát ilyen is volt, hogy ilyenek is jöttek. Az elnök szerint a fiatal generáció nem foglalkozik még annyira a gyökerekkel, az ember általában időskorában szembesül azzal, hogy nincs kinek feltegye az ősökről, elődökről szóló kérdéseket. A tojásfadíszítés hagyománya évszázadokra tekint vissza, mely szerint húsvétre a fák ágait és bokrokat díszítik fel. A Parhanton az önkormányzat dolgozói aggatták az egyik fára a szebbnél szebb tojásokat. A tojásfadíszítés hagyományának eredete már a homályból veszett. Minden bizonnyal azzal hozható összefüggésbe, hogy a tojás a világ minden táján az élet egyik ősi szimbóluma. A tavaly évben állítottunk egy olyan tojásfát, ami arról szólt, hogy a lakosság díszítse fel, úgyhogy egy ilyen kezdeményezésünk volt. Úgyhogy az idei évben gondoltam, hogy ezen egy kicsit változtatunk, és első ízben próbáltam útjára indítani egy olyan kezdeményezést, hogy megkerestem a vármegye valamennyi települését, hogy csatlakozzanak hozzánk, és díszítsük fel a Parhanton a vármegye tojásfát. Úgyhogy a kollégáim nagyon támogattak és segítettek, így minden polgármestert levélben kerestük meg, hogy küldjenek egy a településükre jellemző tojást, vagy pedig akár a település nevével ellátva. A 109-ből több mint 35 település csatlakozott, aminek nagyon örültem, hogy a kisebb községek mellett a nagyobb városok is, így Dombovár, Bonyhád, Tamási, Nagymányok, Tolna városa is csatlakozott. A befestett tojások lehetnek egy vagy több színűek, illetve az adott tájegységre jellemző motívumok kerülnek a hímes tojásokra. Léteznek horgolt vagy gyöngyökből fűzött díszeket viselők is. Nagy kézügyességet és türelmet igényel az elkészítésük. Az összetartás érzését próbáltuk ezzel erősíteni, illetve számomra, ami külön öröm volt, hogy nem csak akár postán adták fel ezeket a tojásokat, hanem sok polgármester vette a fáradtságot és személyesen keresett meg, úgyhogy személyesen
személyes találkozásra is jó alkalmat nyitott. Van külön egy aparhanti húsvét csoportunk, amiben igyekeztem sok tojást bemutatni, és úgy láttam, hogy ez nyilván mindenkinek a tetszését elnyerte, hiszen nagyon színes tojások érkeztek, szinte mindegyik más fajta volt. Igyekeztünk nyilván az óvoda elé, illetve a közterületekre is mindig igyekszünk az alkalmakhoz illő díszeket kitenni, úgyhogy ez most sem volt másként. Kigyulladt egy elhagyatott háromszintes irodaépület tetőszerkezete pénteken az esti órákban. Az esethez nagy erőkkel vonultak négy település hivatásos és Nagymányok önkéntes tűzoltó egységei. Összesen 38-an dolgoztak a lángok megfékezésén, ehhez 5 vízsugarat szereltek, de bevetették a vízágyút is. Közel 5 órás megfeszített munkával sikerült a lángokat megfékezni és megakadályozni a tűz továbbterjedését a közeli erdős területre. A Vármegyei Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat helyszíni szemlét folytatott le, ez alapján vizsgálják a tűz keletkezési okát. A Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum Percelmór Technikum és Kollégium 2 tanulója bejutott a központi fűtés és gázhálózatrendszer szerelő szakmában az SKTV verseny országos elődöntőjébe. A megyei szinten megrendezett területi előválogatón 14 résztvevőből 2 jutottak tovább. A március 4-én Budapesten a Percelmór Technikum 2 diákja vett részt a szakmai versenyen, ami egy gyakorlati részből és egy portfólió védésből állt. Felkészülésekben nagy részt az játszott szerepet, hogy a duális partnerekkel kiváló a kapcsolatunk. Minden diákunkat azt gondolom, hogy elmondhatjuk, hogy jó partnernél tudhatjuk, akik megfelelően partnerek abban, hogy az itteni elméleti oktatás mellé a gyakorlati részt úgy tegyék hozzá, hogy fel tudja készülni a fiúk, és ezt így szépen szinkronba tudtuk helyezni, és a fiúk meg segített a felkészülésben. Már az első évtől kezdődően ők az első olyan évfolyamok, akit én végigviszek, és ennek szerintem talán meg is van a gyümölcse. A nagy részt tanórák keretein belül zajlottak a felkészülések, igazából ők már az első évtől tulajdonképpen erre trenírozva vannak ezekre a versenyekre, illetve a leendő szakmai vizsgákra. Itt a legelső évben azok az alapfogások kerülnek elsajátításra az iskola tanulmányainak a keretén belül, amik majd a duális képző partnernél nagy segítséget nyújtanak abban, hogy tovább tudjanak lépni a komolyabb szakmai irányban, a megfelelő technológiai követelményeknek megfelelően, ami most már a napjainkban ugye a megújuló energiáknak az használata felé tart, és geotermikus, szoláris, egyéb rendszereknek a használatát megtanulják a fiúk a képzőhelyén. Morszki Márk elmondta, interaktív írásbeli tesztet oldott meg, ami 60%-os eredményt kellett elérni ahhoz, hogy bejusson a válogatóba. A Jókai Rafael barátommal meg elértünk egy olyan százalékot, amivel bejuthattunk erre az országos előválogatóba. Nyilván ebben a szakmában szeretnék dolgozni. Szerintem elég jól haladok vele. Van egy jó cégem, ott is már ajánlották, hogy maradjak ott tovább, mint munkás, de ez majd júniusban kiderül. Tulajdonképpen a gyakorlati helyen ismertük meg az alapokat, amiket tudtuk, hogy majd kelleni fognak a versenyhez, és itt bent az elméleti dolgokat tanultuk meg az iskolába, amik ugye kellettek az írásbeli interaktív vizsgára. Izgultam, amikor megláttuk először a feladatokat, mert azért voltak elég nehéz feladatok, amit kicsit kevesebbet tudtunk gyakorolni
a duális partnernél, de azon kívül elég jónak találtam a feladatokat is, és mint az eredmény bizonyítja is, elég jól sikerült a maga a két feladatom. Az első feladat az egy konkrét csőhálózat volt, az ilyen kézzelfogható, tehát nem egy olyan feladat, amit a mindennapokban kell használni ebbe a szakmába, tehát nem egy ilyen beépített dolog, és a második az pedig egy gázkazán bekötésének az imitálása gázzal és egy radiátor elkötése. Az első feladatnál a lánghegesztés, ez nekem gyenge pontom. Jókai Rafael bejutott a Szakmasztár Fesztivál országos döntőjébe a legjobb öt közé. Arra már csak őszinte leszek, várok, és a legjobbra remélek. Amiben kell még egy kicsit csiszolnom, azt javítgatom majd még, és próbálok minél jobban felkészülni rá, hogy minél jobb eredményt el tudjak érni. Emlékművet avattak Nagymányokon a német ajkú elhurcolt és kitelepített lakosok emlékére. A rendezvényen Potápi Árpád János államtitkár, a térség országgyűlési képviselője is nyomatékosította az esemény fontosságát. Englenderné Hók Ibolya, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnöke is felszólalt az avatáson. Megemlítette, milyen meghatározó esemény volt, amikor január 19-ét a magyarországi németek elhurcolásának emléknapjává nyilvánították 2012-ben, hiszen a múlt eseményeinek hatásait mai napig érezzük magunkon. Alig van család, akit ne ért volna az egyik vagy a másik csapás. Számomra is mindig az emlékezés jegyében telik a január 19-e, és ez a mai nap is, amikor emlékművet avatunk. Mint minden alkalom, még hallom, amikor apai nagyanyám édesanyja, a húga és annak családja elűzéséről beszél, hogy 20 évvel később, 6 éves gyerekként megismerve Németországban élő dédnagymamámat, nem értettem, hogy miért hívő minket a mi magyarjainknak, és mi őket a mi németeinknek, ugyanakkor közös nyelvet beszélünk. Még ma is hallom, ahogy a kényszermunkára elhurcolt anyai nagymamám azt mondja egy nem szeretett ételre, amit nem akartunk megenni. Megennéd te ezt még, ha Oroszországban lennél? Ez az alkalom eszünkbe juttatja azokat, akik nagy bizakodások közepette érkeztek Magyarországra, aztán kegyetlenül elűzték őket. Hangzott el Potápi Árpád János államtitkár a térség országgyűlési képviselőjének beszédében. Valamikor ezt a települést a 18. század elején újra alapították, mégpedig katolikus németek, akik olyan reménnyel jöttek ide erre a vidékre, hogy új hazát teremtenek maguknak, új hazát teremtenek azok számára, akik Nagymányokon, illetve a Völgységben, vagy ahogy régebben mondták, a Tálbódenben szeretnének élni. Felhívta a figyelmet minden népcsoport fontosságára, valamint arra, hogy becsüljük a mindennapokban az alapvető emberi értékeket. Ki mennyire szorgalmas, becsületes, ki tesz a közösségért, ki akarja azt, hogy közös hazánk Magyarország sorsa jobbá váljon, és az ország egy olyan ország legyen, amely a nemzetiségekre számít. Guta Nikó, a Nagymányoki Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke elmondta, mindig időszerű az emlékezés, így ez az emlékműavatás is. A Nagymányoki Német Nemzetiségi Önkormányzat tervei között hosszú idő óta szerepelt egy emlékmű állítás a Nagymányokon, amellyel emlékeket állíthatunk őseinknek a nagymányoki német ajkú elhurcolt és kitelepített lakosoknak. Sokan kérdezhetik, hogy miért most? Miért ennyi idő után kerül sor egy ilyen emlékmű felállítására? Azt mondanám,
sosem késő megtenni. A rendezvényt a népviselet, az énekszó és az élő zene tette kerek egészé, zárásként pedig egy szép koszorúzási ceremóniát láttunk. Önök a Tolnatáj Televízió Völgységi magazinját látták. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!